jelezetés. Ránézel a képre, és visz magával. 2010 délután van, ugyanitt. Fiatal férfi ígéri a felejtést a képek előterében. A dolgok természetes rendjeként jövendől. A halk hangja, ahogyan olvas, most is itt van a fejedben. A fejemben. Tudod, hogy nem így lesz, vagy nem teljesen így. Felteszed, akkor és ott pont az a beszéd értelme, hogy az emlékezet érdekében dolgozzon. Ne így legyen. Nem lenne jó így. Úgy. Nincs szükséged a figyelmeztetésre. Ránézel a képre, és mostantól tudod, ez Csabai Renátó. Ez ilyen. Milyen. Birtokodban a felismerés képessége. Az egész, ami volt, van, és ami ebből következően lehet még. Nem konkrét tudása ez valami darabjaira bontható jellegzetes világnak, de a darabonként épülő világ maga. A teremtés formája azonosítja a magán univerzumot, végül minden dolgok hátterében a teremtőmestert. Rögzíted a ráérzés pillanataként, ekkortól fontos ez a világ, kép. Bevonódtál. Szükséges és lehetséges ezt az érzést rávetíteni az értelemmel belátható idődre, most így gondolod, örökre. Most így gondolom. Miért fontos? Hagyod, lebegjen a kérdés. Hagyom. Lebegjen. Pontosan tudod, a világ milyen egyébként. Azt hiszed, eleget éltél már hozzá. Nézed a képet, és felfogod tehát, hogy a teremtés, újrateremtés. Érkezett valaki, egyesével újra rajzolni a szereplőket. Nem világosak a szándékai. Elégedetlen azzal, ahogyan a világ létezik. Van egy érvényesebb ajánlata? Csak. Számít ez? Mellesleg van érvényesebb ajánlata. Nem mellesleg. A lehetne helyet, a lehet. Esetleges, hogy hol kezdi, mikor ér a végére. A tisztasága nem enged, a vonalakat vezető könnyedsége, a súlyos meseszerűsége. Válasz az egyszer volt, hol nem voltra. Itt van. Kézenfekvő. Létező viszonyként érzékeled, a teremtő szeret, kedvét és örömét leli a figuráiban. Egy jó kedvű teremtő. Vagy mi lenne a jó szó, kiben leli örömét? Embereiben. Az emberekben. Ezekben az emberekben. A születés időrendben bomlik ki, a teremtés nem egynemű, a viszony változó. Mint aki megriadna az eszményítéstől, mint akit bántana. Idealizálni túlzás, karcokkal fedi el a tökéletességet, ne legyen hibátlan. Úgy hagyja. A megfolyó festék mutatja, jelen van, a valóságból indul, de ez mégis ábrázolat. Úgy hagyja. Ábrákat vetít az ábrázatra, csillagképeket. Univerzumot társít univerzummal. A végtelenből veszi elő a végesként leírhatót, vagy fordítva, a végesben engedi feltárulni a végtelent. Úgy hagyja. Arcra arc, egyedi és általános. Az egyetlenből levezetve az összes. Minden arcban minden arc, mégsem kevered össze. Minden arcban Renátó. Selbst és persona, hogy úgy mondjam. Személyiség, személyesség. Eleget láttál, megkérdezhetnéd, hát hol a történet? Mi végre sokasodnak az alakok organzán és papíron és vásznon és fotón? Mondj egy mesét, bármit, nem kell túlzásnak érezd. Csak a képzeletet szab határt. Semmi sem szab határt. Indulj ki talán ebből, nincs háttér, az arca semmiből tárul eléd, a vászon üres fehérjéből, nincs jelentősége a mögöttes világnak. Próbálj belenézni a rajzolt szemekbe, figyeld a csúcsfényt, ha van, a másik lényhez kapcsolódásra okot nem adó, voltak éppeni ürességet, az elzárkózottságot. Nincs viszont kíváncsiság. A kép arra van, hogy nézd. Merülj el ezekben az arcokban. Hagyd, hogy járjon át teljesen a képek gondossága, az ábrázolás finomsága.
mennyi szépség fér el a szívedben.